Semmelweis nap. Az év orvosát és szakdolgozóját is díjazták a Markusovszky Kórházban a Magyar Egészségügy Napja alkalmából rendezett ünnepségen. Mozgással az egészségért. Közel 100-an vettek részt az egészségnapok keretében jóga és pilates foglalkozásokon. Minden korosztály megtalálta a nekivaló programot. Ismerkedés. Rendészeti képzésen tanuló szaváriás diákok nyerhettek bepillantást a tűzoltók mindennapjaiba. Szerelés, tűzoltás is szerepelt a programban. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Szirók Tamás. Jó estét kívánok! Július 1-e a Magyar Egészségügy Napja. 1818-ban ezen a napon született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, aki rájött, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok okozzák azzal, hogy kézfertőtlenítés nélkül vizsgálják a várandósokat. A Markusovszky Kórházban emlékelőadások hangzottak el, és elismeréseket adtak át. Halála után 26 évvel adták ki a munkáit, díszsír helyett szobrot, emléktáblát kapott, így kezdődött Semmelweis Ignác kultuszának építése. Addig nem ismerték el felfedezését. Hosszú ideig küzdött azért, hogy a klórmész oldatos kézmosás elterjedjen az orvosok között, akik miután boncolást végeztek, kézfertőtlenítés nélkül vizsgálták a terhes anyákat. Nagy küzdelmet folytatott, hogy elismerjék azt a tényt, hogy a kézmosással ugye nagyon meg lehet előzni a gyermekágyasoknak a fertőzését, de ennek az elméleti alapja nem volt meg, mert akkor még a bakteriológia és a mikrobiológia felfedezések nem történtek meg. Márkus Béla előadásában megemlékezett arról is, hogy a Budapesti Orvosi Egyetem 1969-ben vette fel Semmelweis nevét. Felfedezését 2013-ban a Szellemi Világörökség részévé nyilvánította az UNESCO. Horváth Boldizsár tudományos igazgatóhelyettes elismeréssel szólt arról, hogy immár 61. alkalommal ünneplik Semmelweist a Markusovszky Kórházban. Hagyomány, hogy ilyenkor adják át a legmagasabb intézményi kitüntetéseket a legkiválóbb dolgozók szakmai munkájának elismeréseként. Idén az év orvosa díjat Baranyai Marietta főorvos, a diabetológia szakterület megyei vezetője vehette át. Legfontosabb számomra a betegeknek a megelégedettsége a munkámmal, illetve hogy a kollégák elfogadják az én személyiségemet, a tanácsaimat, a happy-eimet, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Az év szakdolgozója elismerést Kastner Mónika osztályvezető asszisztens kapta. Meglepődtem, mert nem erre számítottam, hogy a legmagasabb fokozatban fogok kitüntetést kapni. A célom továbbra is ugyanaz, mint ez, minél jobban magas színvonalon irányítani a nukleáris medicina osztály életét. Az év gazdasági műszaki dolgozója címet Fuchs Ádám érdemelte ki. Ez nagy öröm és megtiszteltetés számomra ez a kitüntetés, de igazából én úgy érzem, hogy ez nem csak az én érdemem, hanem az egész osztályunké. Tehát én mindig kollektívát emlegetem, tehát én mindent a munkatársaknak köszönhetem. Hárman-hárman kaptak kiváló orvos, kiváló szakdolgozó és kiváló dolgozó díjat. Továbbá 9-en részesültek főigazgatói dicséretben. Az ünnepségről hosszabb összeállítást láthatnak csütörtöki Medicina magazin műsorunkban. A 24. Városi Egészségnapokhoz csatlakozott az Egészségfejlesztési Iroda rendezvénye. Mozgásos délután szerveztek szombaton a Paragvári iskolában. Több tucatnyian jogáztak és vettek részt pilates foglalkozáson. Modern tánccal kezdődött az egészségnap megnyitója a Paragvári utcai általános iskola tornacsarnokában. Három teremben 10 foglalkozás zajlott, 6 oktató állt a mintegy 100 érdeklődő rendelkezésére. Mindenkinek a mozgás borzalmasan fontos, a mozgás életerőt ad, és ez a jóga és az egyéb mozgásos rendezvények is végül is ezt segítik elő. Etka, tradicionális 6H és 3D-s jóga, a többi között ezekkel várták az érdeklődőket az oktatók. Már az előzetes regisztráción több tucatnyian igényelték a helyeket. Nálunk népszerű testmozgást ösztönző térítésmentes programok vannak, és legjobban a jóga, pilates jellegűeket keresték az emberek. És arra gondoltunk az oktatóinkkal, hogy akkor ezt mutatjuk meg egy nagyobb rendezvény keretében, egy egészség délután keretében, ahol minden korosztály számára biztosítunk mozgásos programokat.
A rendezvényen a fiatalok és az idősek is megtalálták a nekik legmegfelelőbb mozgásformát. Velünk született természetes mozgást gyakoroljuk, és minden korosztály számára vannak olyan gyakorlatok, amik végezhetők, és az életminőséget jobbá teszik. Tehát egyszerűen erőfelszabadító, erőgyűjtő módszer, energikusabbak leszünk tőle, és jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Az EFI most először csatlakozott a Városi Egészségnapok rendezvényeihez. 85 rendészeti képzésen tanuló diák ismerkedhetett meg a tűzoltók hétköznapjaival. A programban szerelés, védőruhába beöltözés és tűzoltás is szerepelt. A Szavária szakgimnázium fiataljai egyhetes szakmai gyakorlatukat töltötték a szombathelyi hivatásos tűzoltó parancsnokságon. Felkészülni, rajt! Egyszerűnek tűnik a feladat, felvenni az előre elkészített védőruházatot. Nem mindegy azonban, hogy milyen gyorsan tudja magára ölteni a szolgálatot teljesítő lánglovag. A riasztást követően 2 percen belül el kell indulniuk a káresemény helyszínére. A beöltözést is gyakorolták a rendészeti szakmacsoportba járó tanulók, akiket a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai éven át oktatnak az iskolákban. Ez egy 35 órás gyakorlat. Foglalkozás. Itt most nálunk 85 diák lát el különböző feladatokat. A hét elején többek között szerelési foglalkozásokon vehettek részt, aztán egy dokumentumfilmet néztek meg, és a mai napon pedig a kötéltechnikát gyakorolhatták. A hőségben is a legizgalmasabb feladatnak bizonyult az úgynevezett tálca tűz megfékezése, így gyakorolhatták biztonságos körülmények között, de élesben a tűzoltást a fiatalok, kizárólag védőruházatban. A Szaváriában tanultuk, a belügyi rendészeti szakon vagyunk, most 10-esek vagyunk, és tanáraink segítettek ebben, hogy elméletben megtanuljuk mindazt, amit most itt végre gyakorlatban is kipróbálhattunk. A feladatok között szerepelt a biztosító kötél helyes használatának elsajátítása is. A Szavária szakgimnázium tanulói között volt olyan, aki már járt a tűzoltóságon, a lánglovagok hétköznapjaival azonban ilyen részletesen csak most ismerkedhetett meg. Tavaly évben volt egy ilyen szakmai túránk, amikor a szakmai órán keretei között bejöttünk ide. Sokféle részét kipróbáltuk a tűzoltóságnak, például a slagnak az összes, vagy csőnek az összeszerelését. Itt a szerszámokat mutatták be nekünk. A szakmai gyakorlat egy hétig tartott, amelynek utolsó napjaiban a diákok a TFA Hungary, az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi verseny lebonyolításában segédkeztek Bükkfürdőn a szervező Vas megyei katasztrófavédőknek. Vasi alkotó kapta az éremművészeknek járó Ferenczi Béni díjat. Szombathely érintésével futottak a szabadság jegyében. Szent László napi programok Zanaton. Rövid hírekkel folytatjuk. A Vas megyei Libroland kapta idén az országos érembiennálé nagy díját, a Ferenczi Béni díjat Sopronban. Az elismerést 1977 óta olyan alkotónak ítélik oda, aki a műfajban kiemelkedően teljesít. A Tömördön élő éremművész a fiatal generációhoz tartozik. Gondolkodásmódja radikálisan újító, anyaghasználata meghökkentő. Az egyik általa készített emlékérembe például memória egységet épített, amiről leolvasható az emlékérem alanyának életműve. A kommunizmus megdöntésének 30. évfordulója alkalmából 1000 kilométeres futást szerveztek a szabadság és a békés változások jegyében Európán át a Gdansk, Bécs, Pozsony, Szombathely, Zágráb, Ljubljana, Triest, Milánó útvonalon. A futókat a város vezetői fogadták pénteken. Az elmúlt 6 évben 8 országban szerveztek futást jótékony céllal, gyerekek számára gyűjtöttek pénzbeli felajánlásokat. Az idei kezdeményezés fővédnöke a Lions Klubok nemzetközi elnöke volt. 24. alkalommal szervezték meg a Szent László napokat hétvégén Zanaton. A városrész legnagyobb ünnepén változatos családi programokkal, ügyességi játékokkal, kézműveskedéssel, habpartival, batyusbulival várták az érdeklődőket. Megemlékeztek az 1894-es tűzvész évfordulójáról, a témában rajzpályázatot is hirdettek. Római tábort rendeztek be, bábszínház, néptánc és kutyás bemutató is színesítette a programkínálatot. Koszorúzással és szentmisével is megemlékeztek Zanat patrónusáról.
Hagyományteremtő szándékkal szervezte meg Szombathely a bölcsődék első országos kórus találkozóját. Az eseményre több városból érkeztek résztvevők, és a tervek szerint 2 évente megismétlik az összejövetelt. Hosszú távú cél, hogy a bölcsődében is legyen zenei nevelés. Egy újpesti bölcsőde kórusa mozgással, játékkal összekötött dalocskát adott elő a rendezvényen. Úgy gondolom, ez a rendezvény messze túlmutat önmagán, azt mutatja meg, hogy a bölcsődéinkben igenis jó közösségek működnek, az ott dolgozó nevelők egy igazi közösséget alkotnak, és úgy gondolom, hogy ezt látván a szombathelyi szülők, nagyszülők, dédnagyszülők nyugodt szívvel hagyhatják ott a gyermekeiket, és bízhatják rá a nevelőkre őket nap, mint nap. Az eseményen 5 intézmény kórusa mutatta meg tudását a többieknek a Bartók teremben. A rendezvényt a város támogatta, és a tervek szerint a jövőben az ország más-más tele repülésén tartják majd meg 2 évente. Szeretnék megmutatni a bölcsödéseknek, az összes kollégának, hogy azért a zene és az éneklés milyen fontos a mi szakmánkban, és én azt gondolom, hogy ez egy jó példa lesz arra, hogy ezek a kórusok több helyen minden bölcsödében megalakuljanak. A csecsemő és kisgyermekgondozóknak ugyanis nincs kötelező zenei képzésük napjainkban, pedig ebben az életkorban lenne leginkább szüksége a kicsiknek erre a kommunikációs formára. 3 év alatt a gyerekek abszolút érzelmérzéki síkon működnek, jobb agyféltek és működésük van, mondhatjuk ezt is, ahol a művészeti ágak is találhatók, így a zene is. Sokkal érthetőbb számukra ez a nyelv, mint a verbális kommunikációnak a tartalma. A Ringató egy országos zenei nevelési program, amelynek alapítója szintén üdvözölte a kezdeményezést. Az, hogy a kisgyermeknevelőknek bölcsődei zenei nevelési módszertan tanítunk, ez egy magyar sajátosság, ez sem Európában, sem a tengeren túlon nincs így, ez Kodály Zoltánnak és Forrai Katalinnak köszönhető. Szombathelyen már 12 éve működik bölcsődei kórus. A helyieken túl a szegedi, újpesti, Pest-Szentlőrinci és a szolnoki énekkar is megmutatta tudását a bölcsődék első országos kórus találkozóján. Két héten keresztül a Kútház haladás VSE utánpótláskorú futszálosai rúgták a bőrt a sportkomplexum csarnokában. A nagy sikerrel megrendezett nyári tábor méltó lezárása volt a mögöttük hagyott sikeres szezonnak. 2 narancsot kérek szépen ide be. Kapuszok mindig. Zöld, itt van olyan. 2 narancs. Vidák Balázs nem déli gyümölcsöt követelt a fiataloktól, hanem az utánpótlás edzésekre jellemző szakzsargon nyelvezettel instruálta a gyerekeket. Az izzasztó gyakorlatok mellett természetesen nem maradhattak el a lazító programok sem. Nagyon interaktív, napi 2 edzések és külön programok vannak. Ma például moziba fogunk menni, tegnap strandon voltunk, bowling is van és Xbox party is. A mezőnyjátékosok pozícionálása mellett az is izgalmas kérdés, hogy ki vállalja magára a hálóőr szerepét. Horváth Máté pályafutása ugyan nem a kapuban kezdődött, de ma már nem szívesen hagyná a ketrecet. Az egyik meccsen azt hiszem a kapusunk lesérült, és így hát valakinek muszáj volt beállnia, én álltam be, és azóta ott ragadtam, és nagyon tetszik még így is. Az immár 5. éve megrendezett futszáltábor töretlen népszerűségnek örvend, idén mintegy 500 fiatal vett részt a programokon. A nagyobb korosztályokat szoktuk felkészülés gyanánt egy héttel a bajnokság, vagy az edzések megkezdése előtt Balatonra vinni. A kisebbeknél pedig az itthoni tábor az lezárja az évet, úgyhogy itt ismételjük az évben tanult dolgokat az edzéseken, és igazából a kikapcsolódásról és arról, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, arról szól a táborunk. Összességében sikeres évet tudhat maga mögött a szombathelyi futszál utánpótlás. Az U20-asokra épülő második csapat feljutott az MB3-ból a másodosztályba, és jelentős eredménynek számít az U17-esek bronzérme is. Elmondható tehát, hogy biztos szakmai lábakon áll a haladás futszál szakosztályának utánpótlás bázisa. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!